erősebbnek érzem ezt az azeri ellenfelet, mint volt a kazak, már csak abból a megfontolásból is, hogy az UEFA ranglistáján a 253. helyen áll, mi a 363-on. Nyilván ez nem mérvadó, de te hogy állsz hozzá a holnapi találkozóhoz? Én is úgy érzem, felmértik őket, hogy valamilyen erősebb csapat. Ez mutatja azt, hogy tavaly hol szerepeltek, milyen eredményeket értek el, de azt gondolom, hogy megfelelő önbizalommal a hazai pályán nyerni tudunk. Az önbizalom az nagyon fontos lehet, és ez talán meg is jött, ugye idegenben egy-egyet játszottunk az Aktoba ellen, itt legyőztük őket, jól sikerült a felkészülés, gondolom, hogy ez hajthatja az együttest holnap, még akkor is, hogyha talán a papírforma szerint erősebb ellenféle játszunk. Hát önbizalom nélkül a sportban azért nehéz érvényesülni, úgy gondolom, hogy megfelelő önbizalommal fogunk pályára lépni holnap is. Nyilván egy nehéz ellenfél ellen, úgy gondolom, hogy nekünk tisztában kell lenni a saját erényeinkkel, és azt kamatoztatni inkább, mint hogy az ellenfélet hagyjuk futballozni. Taktikailag rendben kell lenni a mérkőzésen, erre készültünk azért az elmúlt napokban. Gondolom, hogy fel kell tudnunk venni a versenyt az ellenféllel, és hazai pályán szeretném mindenképpen előnnyel menni a visszavágóra. Mi lenne az az eredmény, amivel már elégedett lennél mondjuk holnap este 22:30-kor? Elégedett a győzelemmel lennék, de hát mert a mérkőzés képe azt meglátja, lehet, hogy döntetlen és elégedett leszek. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy érett csapat, aki megfelelő európai rutinnal rendelkezik, de még egyszer nagyon szeretnék nyerni.